prezentálni. Nagyon ügyesek vagytok egyébként, nagyon szépen köszönjük nektek, hogy itt vagytok. Egy nagy tapsot kérek már most a gyerekeknek, hogy milyen sok jelmezesünk van. Köszönjük szépen a nagyszülőknek, a szülőknek, és mindenkinek, aki a gyermekeket felkészítette. Még kettő gyerek jön, fantasztikus, sokan vagytok, nagyon örülünk nektek. És akkor már szépen sorba kellene ide kijönnitek. Ja, zsűri! Azt a betyár mindenit! Teljesen megfőtt a fejem. Ilyen buta embert, komolyan mondom. Na szóval akkor zsűrit kéne gyorsan választanunk. Három felnőtt és három mondjuk kvázi gyermeket. Én gondolok itt az ifjúsági társcsoport tagjaira, hogy jöjjenek és zsűrizzenek. Három felnőtt önként jelentkező kivállalja. És zsűri egy versenyzőt, egyetlen egy versenyzőt díjazhat, jó? Úgy pontozzatok. Jó, és akkor a kis intermezzo után már is kezdjük egyes számú versenyzőnkkel. Gyere! Kell egy kis segítség hozzá, nagyszerű. Tudsz beszélni? Muffin baba. Muffin baba. És így ki lehet türkózni, és már is azt lehet elmenni, kifordítom, befordítom, mégis bunda, abunda, nagyszerű, ő volt az egyes. Köszönjük szépen a kapcsolat, kettessel, gyertek, és mondjátok meg, hogy ti kik vagytok. Kalóztestvérek. Egy nagy tapsot kérünk a kalóztestvéreknek, vigyázzanak a pisztolyolán. Ügyesek voltak, ott voltak a kettesek. Hármas versenyzőt kérjük szépen. Kalózlány! Egy kalózlány, tetegálja a fordulj egyet, kalózlány. Ez az, nagyszerű. A négyes versenyzőt kérjük. Boszorkány. Egy igazi élő boszorkány. Fordulj egyet, boszorkány. És hol van a söprű? Az elmaradt, az valahol kint parkol, nagyszerű. Ötös számú versenyző következik. Kaktusz. Egy kaktuszt láthatom. Nagyszerű, egyet körülbelül légy szíves. Kérdés, megvan, előhátul kaktusz. Nagyszerű. Következő. Indián. Egy sima indián. Egy kérdést kérdünk szépen, kedves indián. Nagyszerű. És a következő ki lesz? Gyere csak. Majd a mama segít, jó? A mama segít. Én tőlem nem kell félni. Na akkor mutass fel a számodatot hátul, anya biztonságos karjai között. Mutass meg a számod, te ott vagy, és kiabáljál, hogy ki vagy te. Fagyi. De, bátra, jó, nagyon ügyesek vagytok, nagyon ügyesek vagytok. Hercegnő. A hercegnő és a pókember volt ott közöttünk. Gyere! Tavasztündér. Egy tavasztündér, az magyar ránkának. Fordulj egyet, tavasztündér, hogy megjöjjön az igazi tavasz. Ott van egy tízes versenyző. Hát vajon ő ki lehet? Dátvédel. Fordulj egyet, van egy rendes kardod is, ügyes vagy. Jó van, akkor menj vissza a jegyre. És küld ide a 11-est, jó? 11-es versenyző, ide álljatok, hogy mindenki lásson titeket, jó? Nagyszerű, és megmondjátok, hogy kik vagytok? Be és a farkas. Várjál, most valami nem stimmel, most a medvét még csak fölismertem, de ki a farkas? Ja, vadász, ja jó. Tehát a vadász és a medve. Jó, a következő, nem te vagy szerintem. Gyere, apa segít, jó? Úgy, indulj csak el, bátran, így van, te olyan bátor kislány vagy. 12-es, és meg tudod mondani, hogy te ki vagy? Nem. Akkor legyen titok. Egy titok lepke. Apa, súg. Na most jöhet az, aki az előbb annyira sietett. Te
erre, csak bátran ide, középre, úgy. És te ki vagy? Tóth Barnabás. Na most akkor még egyszer, gyere ki ide, légy szíves! Gyere ki ide, légy szíves! Nem te? Ő, már nem mondta meg, hogy igazából kicsoda ő. Gyere ki ide, versenyző! Figyelj ide, nem a nevedre vagyunk kíváncsi, hanem erre a jelmezre, mert ezeket a szép monoklikat kaptad, jó? Egy focis. Köszönjük kérjük a focisnak. Királya, légy szíves, hogy én ne takarjalak be, jó? Focista. Egy sima focista, mutasd meg a számodat. Egy sima focista, 14-essel, nagyon ügyes vagy. És ki lesz a következő? Uha. Igen. Ezt találgathatok, hogy ki vagy? Egy őrtő. Madárijesztő. Madárijesztő, madarak reszkessetek. Nagyon-nagyon csinos madárijesztő vagy. Következő versenyzőt kérjük szépen. Gyere, ide kell jönnöd, ide. Oda kell állnod, oda, úgy szépen, nyugodtan, megmutatod a számodat, 16-os, és megmondod, hogy te ki vagy, jó? De nem a nevedet, hanem minek vagy öltözve, jó? Kalóz. Kalóz, nagyszerű. Következő. Gyere, most átjövök ide, jó? Ide álljál szépen, ott ez a súgóljuk, ide szépen áll, az 17-essel, és mondd meg, hogy minek öltöztél. Eperke. Nagyon szép vagy. És akkor nézzük, hogy a következő, aki jön, igen, 18-as. Vámpír. Egy egész vámpír volt itt közöttünk. Hogy jól vagyok, kedves vámpír. Egyet kérdezik, túl, megszerű. Köszönjük szépen, vámpírkám. 19-es versenyző. 19-es, mutasd a számodat, jó? Hogy mindenkinek egyértelmű legyen. És megmondod, hogy kinek öltöztél, jó? Páncélos lovag. Egy komplet páncélos lovag volt itt velünk, nagyszerű. Következő 21-essel. Boszorkány. Egy boszorkány kis kalottal, ne szaladjál el. Felzor látjuk én is a nagyon szép boszorkány. És a következő 22-es, meg tudod mondani, hogy minek öltöztél? Páva. Egy pávát láttak, nagyon szép kis páva. Jó? És akkor gyerek el is nyugodtan. Ha kell, akkor jöjjön veled anya is, jó? Úgy. Segítsen, úgy, bizony. 23-as, és meg tudod mondani, hogy minek öltöztél? Hangos vagyok. Egy kicsit hangosabban, jó? Hangos vagyok. Megmondta, nem tudom, hogy hallottátok, vagy hallottátok, de hát azt hiszem, hogy ott jöttem, hogy kint láttunk, köszönjük szépen. Ide gyertek ide, mindenki szépen lásson benneteket, azt a mindent. 24-es, és meg tudjátok mondani, hogy minek öltöztetek? Madaj Edwin, Madaj Vanda, mi vagyunk a jó Madaj. Ez nagyon jó. Tehát jó magadokat láttál. Nagyon szépen köszönjük nektek. Hát a zsűrinek nehéz dolga lesz, én úgy hiszem. De azért próbálkozzatok meg, addig titeket meg arra kérlek, hogy szépen induljatok el ebbe az irányba, jó? Lehetőleg mindenki mutassa meg a számát, hogy kinek milyen számban van, ki milyen számban van, és erre felé szépen induljatok el, szép lassan, nyugodtan, úgy néhány. És mindenki jöjjön utánuk, jó? Gyertek ti is, gyertek, induljatok el. Gyere! Lassan, nyugodtan, nem kell a másikat megtaposni, úgy arrafelé forduljatok, hogy kinek milyen száma van, úgy a zsűri felé, úgyni, ügyesen, és akkor szépen lépjünk tovább, és csináljuk azt, hogy mindenki megkeresi a saját helyét, jó? Honnan elindultatok, oda kell visszaérkeznetek. Nagyszerű. Nagyon szépek, nagyon jó jelmezek, fantasztikusok voltak, ismét szülők, nagyszülők, anyukák, apukák, rettentő sokat gondolkodtatok, ügyesek voltak, gyerekek is beöltöztek,
fantasztikus, hogy ennyire bátrak voltak, nagyon jó az a három új egyébként itt a lábakon, még menni is tudnak benne, az szinte hihetetlen. Úgyhogy nagyon szépen köszönjük még egyszer, nagy tapsot kérek az összes elnézésnek. Egyszerűen akkor arra szeretnélek kérni, Jani, hogy te, mint a zsűri elnöke, gyere ide fel. És rászoknak van addig még egy kis dolgok, tehát harmadik, második és első díjat hoztunk majd ki. A harmadik díjat már Linda itt tartja a kezében, és ezt a Jani fogja átadni nektek, ugye, mert ő a zsűri elnöke, és átadom neki a szót. Sziasztok, mindenkit üdvözlök. Harmadik helyezett lett a 15-ös számú versenyző, a Madár Ijesztő. Müller Jakab. Nagy tetszett kérünk neki. Második helyezett a 24-es rajtszámmal induló Jó Madara. Gratulálunk! Első helyezett pedig a 17-es rajtszámmal induló versenyző, Eperke. Gratulálunk! Nagyon szépen köszönjük a zsűri munkáját. Köszönjük szépen. Ezt remélem, hogy hitelesítitek. És akkor most pedig az ifjúságiak zsűri elnökét kérem szépen a színpadra. Gyere, Nói! És ők egyetlen egy versenyzőt fognak kiemelni. Az első. Az egyes számú versenyző lett náluk. A díjazók, nagyon szépen köszönjük, és ott van az ajándékok. Nagyon szépen köszönjük. Még egyszer egy nagy tapsot nektek, és aki tud, az itt elől a lépcsőn is lemehet. Nagyon ügyesek voltatok. Köszönjük szépen a szülőknek, köszönjük szépen a nagyszülőknek, köszönjük szépen nektek elsősorban, gyerekek, nagyon ügyesek voltatok. És már is folytatjuk a műsorunkat a Leánybeli dalkor, következik a színpadon. Mindenki ügyes volt egyébként, függetlenül attól, hogy ki milyen díjazást kapott. Mindenkinek gratulálok, nagyon-nagyon szép volt mindenkinek a jelmezen, nagyon ügyesek voltatok. Fantasztikus volt, hogy ismét ilyen sokan voltatok a színpadon, és bízom benne, hogy jövő farsankor ismét találkozunk veletek.